Sziasztok! Ez most egy ilyen hogyan készült szerűség videó lenne a Tudod projektről. Mivel ez egy igazán izgalmas és tanulságos kihívás volt számomra, arra gondoltam, hogy mielőtt jönnének a további videók, egy pár dolgot elmesélnék a megszületésével kapcsolatban. Kezdjük először is azzal, hogy tulajdonképpen miért is fogtam bele? Nos, arról már párszor meséltem nektek korábban, hogy nagyon szeretek elektronikus zenéket készítgetni, viszont sajnos az utóbbi években nagyon elhanyagoltam ezt a hobbimat, úgyhogy elhatároztam, hogy ezen változtatni fogok. Első lépésnek kitűztem magamnak egy igencsak nagy célt, méghozzá azt, hogy az eBay legjava 6 után nem egy újabb nagyobb videónak állok neki, hanem készítek egy zenét, amit 6 óráig hasznakad, belátható időn belül be kell fejeznem és publikálnom kell. Persze most mindenképpen egy olyan zenét szerettem volna összehozni, ami kapcsolódik valamilyen szinten a csatornához. Így jött az ötlet, hogy megnézem, mit lehetne kihozni abból, ha a kólagyáras jelenetet összekombinálom egy kis ilyen autótune-nal. Ebből egész hamar megszületett ez. És nekem ez annyira megtetszett, hogy elhatároztam, ekkörre építem fel az egész számot. Született pár olyan ötlet, ami aztán ment a kukába, mint például ez. Aztán elkezdtem változtatni a tempón, meg egyebeken, és elkészült ez. Itt mondtam azt, hogy oké, megvan, ez így tök jó lenne, úgyhogy ez így maradjon is. Viszont ez nagyon nem passzolt össze a számnak a legelejével, ami már ugye kész volt, úgyhogy egy pár módosítás és próbálgatás után elkészült az, amit már ugye hallhattatok. Úgyhogy ezek után össze lehetett rakni a zenének a szerkezetét. Illetve volt olyan rész, aminek a vázlata megvolt, de még be kellett fejezni, mint például ez. Illetve volt olyan rész, ami menet közben kikerült, mert nem illett volna bele, mint például ez. Na, de aztán végül csak kirajzolódott a végleges formája, és nekiállhattam a hangzás feljavításának. Na, az a helyzet, hogy a mixeléshez és a masztereléshez én hát kb. Semmilyen szinten nem értek, úgyhogy el kellett olvasnom pár ezzel kapcsolatos írást, meg megnéztem jó pár tutoriál videót a témában, és hát ezek alapján próbáltam kihozni valamit. Szóval ezt a zenét jobban is le lehetett volna keverni, viszont én már annak is örültem, hogy sikerült egy ilyen hallgatható szintre hozni. Úgyhogy összességében sikerült teljesítenem a céljaimat. Viszont a végeredmény nekem annyira tetszett, hogy arra gondoltam, hogy mi lenne, ha emelnénk a kihívást? Norbival és Márkkal már többször beszéltünk arról, hogy tök jó lenne egyszer összehozni valamit közösen, és úgy éreztem, hogy ez egy tökéletes alkalom lenne arra, hogy ezt végre meg is lépjük. Forgassunk le egy videóklipet a zenéhez. A srácoknak is tetszett az ötlet, úgyhogy összeültünk, és kitaláltuk, hogy nagyjából miről szóljon a klip, és hogy ezt tulajdonképpen a nappalinkban is le lehetne forgatni, csak szerezni kéne a lámpákat, füstgépet, jó pár hümcetlit, na meg persze jó pár deluxe latex maszkot, és csöppet sem utolsó sorban pár embert, aki szerepelne és segítene a forgatáson. Nagy szerencsémre minden kedves barátom elfogadta a felkérést, akinek szóltam, úgyhogy borzasztóan örültem. Készült egy nyomdában 5000 darab ilyen cetli, elkészítettem a szükséges deluxe maszkokat, béreltünk füstgépet, lámpákat, teljesen kipakoltuk a nappalit, és elkezdődött a forgatás, amin végül 8-an vettünk részt. Andi és Mark hozta az első kör hümt, Norbi volt az operatőr, Mrs. Friedman és Peti úgymond mindenesek voltak, ők dobálták a hümmöket, kezelték a füstgépet, lámpákat, stb. Stb. Imola és Bálint pedig a második kör hümmöt hozták. Ez egy szuper jó csapat volt így. Na de térjünk vissza a forgatás legelejére. Tehát kipakoltuk a nappalit, beraktuk a lámpákat, és készítettünk pár tesztfelvételt, hogy megnézzük igazából ez hogy is fog kinézni a kamerán. Fú, és hát baromi nagy kő esett le a szívemre, amikor visszanéztük az első tesztfelvételeket, mert hát az a helyzet, hogy jobbak lettek, mint amire én számítottam. Úgyhogy nagy lelkesedéssel kezdtük el a forgatást. Az elején meg kellett szokni, hogy ezekben a deluxe maszkokban nem látni semmit, illetve hogy nem nagyon követik le a fej forgását, meg könnyedén elcsúsznak, mint itt. Itt pedig már annyira akartam, hogy rendesen látszódjon, hogy jobbra-balra mozgatom a fejem, hogy a végén már a plafon néztem, amitől meg így kívülről eltorzult a maszk. Ezeknek a jeleneteknek a felvétele rendszerint így végződött.
Mivel a maszkokban nem láttunk semmit, folyamatosan koordinálnia kellett a többieknek, hogy mit csináljunk, mert szinte fogalmunk sem volt arról, hogy mi zajlik körülöttünk. Jó, Andi vette. És itt már indul. Viszont, Tomi, fordul. Nem, mintha a videoklip önmagában nem lenne abszurd, de élőben egy-egy jelenet még abszurdabban festett, mint például, amikor Mark belenyomta a fejemet a sok hümbe. Vagy például a stroboszkópos részek, akik esetleg érzékenyek a villutó fényekre, azok most ne nézzenek ide. Na, ez eredeti hanggal így fest. Többen írtátok kommentben, hogy biztos jó párszor sikerült megütnünk egymást, és hát igen, mivel szűkös volt a hely, és nem láttunk semmit, volt rá példa nem egyszer. De megpróbáltunk nagyon vigyázni, és amikor már öten voltunk, akkor megbeszéltük, hogy jó, megpróbálunk egy helyben maradni, és minden kevésbé csapkodni magunk körül. Ennek köszönhetően alakultak ki például Marknak ezek a táncmozdulatai, amik kicsit egy ilyen bulizni próbáló T-Rexre emlékeztetnek. Végül nagyjából 2 órányi nyersanyagot vettünk fel, és igazából másnap a gép elé ülve jöttem rá, hogy hát ez tök jó, de igazából még sosem vágtam hasonlót, és semmi rutinom nincs ebben, úgyhogy számomra ezt is baromi nagy kihívás lesz összehozni. Az a helyzet, hogy itt egy kicsit meg is ijedtem, mert most először dolgoztam így csapatban, és hát nem akartam volna a többiek munkáját elrontani azzal, hogy esetleg nagyon bénán vágom össze. De szerencsére a többiek ebben is segítettek nekem jó pár hasznos tanáccsal, úgyhogy csak összeállt a végleges verzió. A publikálás előtt baromira izgultam, de a viszonylag hamar érkezett sok, többnyire pozitív visszajelzésnek köszönhetően estére már egész jól meg tudtam nyugodni. Másnap délfele már felkerült az első helyre a felkapottak között, és számomra egész hihetetlen módon több mint egy hétig ott is maradt. Ilyesmire egyáltalán nem számítottam, de arra sem, hogy pár héten belül ez lett a legtöbbet lájkolt videó a csatornámon. Én már azt is sikernek könyveltem el magam felé, hogy teljesítettem az önmagamnak felállított kihívásokat, de az, hogy ezen felül még ennyire jó is lett a fogadtatása, most különösen jól esett. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Erre felbuzdulva ugye azt is sikerült elintézni, hogy a YouTube és a SoundCloud mellett felkerüljön Spotify-ra és Apple Music-ra is. Ennek is nagyon örülök. Azt kell mondjam, könnyen lehet, hogy ez volt számomra az eddigi legijesztőbb, de egyben legélvezetesebb videós projekt, amit valaha csináltam. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy milyen is egy jó csapattal így együtt dolgozni, és nagyon örülök, hogy kipróbálhattam magam egy kicsit ilyen új dolgokban, és nagyon jó érzés volt kilépni a komfortzónámból is. Persze azt is láttam, hogy néhányatoknak kifejezetten nem tetszett a végeredmény, de az a helyzet, hogy az ilyen kísérletezések adnak lehetőséget arra, hogy az ember új dolgokat tanuljon meg, fejlődjön dolgokban, hát és hogy egyébként hosszú távon ne égjen ki. Igen, és persze egy-egy ilyen kísérletezős projekt akár nagy kudarcba is fulladhat, de én most azt érzem, hogy megéri a kockázatot. Pláne úgy, hogy ezek mellett ugyanúgy érkezni fognak a videók a megszokott formátumokban is, és igazából azok lesznek továbbra is többségben. És azt hiszem, hogy el is mondtam mindent, amit most szerettem volna. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, hamarosan érkezik a többi is, és hát akkor ugye majd találkozunk a legközelebbi videóban!